Köszöntöm a társalgó nézőit! Mai adásunkból nem hiányozhat a varázslat. Szűcs Balázs makói bűvész beengedett otthonába és mutatott pár káprázatos mutatványt is. Majd ellátogatunk a görög-katolikus templomba, amelyről sok érdekes dolgot tudhatunk meg. Ezt követően pedig két vendégemmel az Erzsébetház táborairól beszélgetek. Ezekkel várom Önöket, már is kezdünk! Megszokhatták, hogy itt műsorunk elején velünk játszhatnak. Egy héttel ezelőtt azt kértem Önöktől, hogy írják meg nekünk, hogy Medárd napjához milyen népi szokás vagy jóslat köthető. A helyes válasz, hogyha Medárd napján esik, akkor 40 napig esik. A nyerteseknek gratulálunk, akik már a képernyő alján láthatták neveiket. Azonban ne csüggedjen az se, aki nem nyert, hiszen ma is velünk játszhatnak, ha megírják nekünk azt, hogy hívják a makói fiatal bűvészt. A helyes válaszokat várjuk a 0634471464-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt, hiszen 2 darab 2000 forint értékű szilver utalvány talál gazdára. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Makó épített örökségének egyik gyöngyszeme a több mint 240 éves görög-katolikus templom. Televíziónk Bíró István parókus és Kis Géza a vallási felekezet egyik tagjának segítségével ismerhette meg közelebbről a szakrális helyszínt. A ma látható görög-katolikus templom 1776 és 78 között épült, a külső homlokzatán található emléktáblán az áll, hogy Mária Terézia királynő támogatásával. Érdekesség, hogy ennek kapcsán egy történet is fennmaradt. Volt 20 görög-katolikus családfő, aki két heti nyári munkáját ajánlotta föl azért, hogy itt Makón temploma épülhessen, szilárd anyagból, égetett kőből. A munka végeztével megkérték Mária Teréziát, hogy tegye lehetővé azt, hogy itt templom épülhessen. Napjainkban már csak egy szakasza látható a szakrális építmény egykori téglakerítésének, mely a feltételezések szerint több mint 200 éves. Az oszlopok között boltívek helyezkedtek el, amelyeket már vissza falasztak azért, hogy a statikailag megmaradjon és egészben maradjon. Annak idején egy funkciója is volt ezeknek a kerítéseknek, mert ezekben a boltívekben, illetve aula párkányokon ülni lehetett. Tehát annak idején még annyi görög katolikus élt itt a városban, hogy amikor egy nagyobb rendezvényre, ünnepre összejöttek, akkor itt foglaltak helyet az emberek. Nagy vágyunk az, hogy ezt a kerítést újra visszaállítsuk, a boltívek újra jelen legyenek, és valóban a templomunkkal együtt a régi dicsőségét hirdetni az egyházunknak. Az épület külsejéről árad az egyszerűség, belseje azonban már gazdagon díszített. A fa felületekről a makói festőművész Torma Imre alkotásai köszönnek vissza, melyeket 1928-ban készített el Gró István, az Iparművészeti Iskola egykori igazgatójának tervei alapján. A mennyezetre feltekintve megszemlélhetünk 3 nagy képet. Ahogy bejövünk, az első kép a hajóba a karácsonyt ábrázolja. A karácsonyt, mivel itt kezdődött minden. Az Isten emberré lett, azért, hogy mi emberek istenekké legyünk, mondja Szent Atanáz. Ez az első kép. A második kép, amely a hajónak a keresztalakjában van, ez Máriának a megkoronázása. Vagyis a Mária, amikor fölvétetett a mennybe, akkor angyaloktól koronát kapott, ő az égnek a királynője, és ezt ábrázolja a második jelenet, vagyis nekünk is azt, hogy mire hívott meg minket az Isten. És harmadik képként pedig Krisztusnak a mennybe menetele látszik a templom hajóban, amikor is ő maga visszatér az atyához. Az oldalfalakon pedig angyalok foglalnak helyet, melyek egy-egy erényt testesítenek meg. A korsót kezében tartó a mértékletességre int minket, egy másik pedig a bátorságot szimbolizálja. Egy kis angyalkát látunk, amint egy kis terítőt a két keze között átvesz, és benne egy kard. Azt gondolom, hogy ma ez hiányzik leginkább belőlünk, hogy elég bátrak legyünk ahhoz, hogy a jó dolgokra igent mondjunk, a rosszakra pedig nemet mondjunk. Amikor bejövünk, akkor ez a templom tanítani akar. Tehát akárhová nézünk ki, akármit nézünk, minden meg akar minket szólítani. Ezek a kis angyalkák így. Köszönjük szépen Torma Imrének ma is!
Az ikonképfal, azaz az ikonosztázion jellegzetes része a görögkatolikus templomoknak. Itt megemlíthetjük Szent Miklós ábrázolását, akit az igaz hit védelmezőjeként tartanak számon. Ő volt az a püspök, aki már az első zsinaton, egyházi zsinaton 325-ben jelen volt, és ott volt azok között, akik elítélték a tévtanítókat. Lába alatt Árius látszik, aki hamis tanúságot tett, hamis hitvallást tett Jézusról, vagyis hogy eltapossa, letiporja. A kezében pedig ott van egy könyv, amelyen a hitvallás olvasható. Hiszek egy Istenben, a mindenható atyában, azt gondolom, hogy sokaknak ismerős a szöveg. Tehát ez a szöveg 325-ben Nikaiában íródott, és ez a kép ezt hirdeti. A szentélybe belépve a liturgikus hagyományoknak megfelelően egy körbejárható oltárt találunk. A különlegessége, amit nagyon kevés, nagyon ritka alkalmakkor lehet látni, és azt gondolom, hogy nagyon kevesen láttak eddig, az a felirat és a bizonysága annak, hogy 1778-ban végeztek ezen az oltáron először szent liturgiát. Az oltárba egy kis rés van, ebbe egy erekjét, egy szentnek az erekjéjét helyezték el. Ez általában egy csontszilánk, valamelyik szentnek a csontszilánkja. Sajnos nem sikerült megtudni, hogy kinek az erekjéje van itt a makói görögkatolikus templomban. A műemlék jellegű épület egyik ékessége a 18. század első feléből származó ezüstkehely, a másik pedig egy talpas kereszt, amelyet Erdélyi Vazul az 1844-es püspöki látogatásakor ajándékozott a közösségnek. Nagyon pici, nagyon finom faragásokkal készült, és Jézus életéből, názareti Jézus életéből való jelenetek azok, amik megjelennek a kereszt mindkét oldalán. A marosmenti településünkön élő kis Géza is felkísért minket a templom toronyba, ahol három harang lakik. Gyerekkorunkban nagyon sokszor följöttünk, mi is előtt, már hamarabb jöttünk, hogy harangozhassunk majd, és akkor betájoltuk a város nagyon szépen, messzire el lehetett látni. Géza bácsit hallgatva meggyőződhettünk arról, hogy egy-egy hely milyen fontos szerepet tölt be az emberek életében, hiszen emlékek, érzelmek kötődnek hozzájuk. Több mint 200 éve édesapám részéről a görögkatolikus egyháznál vagyunk bejegyezve, a családunk. Jelen pillanatban is járok templomba. Itt voltam első áldozó testvéreim, unokatestvéreim. Örülök, hogy ilyen szép görögkatolikus egyháznak vagyok a tagja. Szerintem, aki nem hisz Istenbe, annak nehezebb az élete. Így a vajokat könnyebb elviselni. A forgatás jó példája volt annak, hogy nyitott szemmel kell járni a világban, hiszen annyi említésre méltó dolog vesz minket körül. Makó és környéke számos látnivalót tartogat. Kezdetét vette a nyári szünet a fiatalok nagy örömére, és megnyitott a kapuit számtalan tábor. Júliustól augusztusig az Erzsébet házban is táborokat szerveznek. Itt köszönhetem a stúdióban két vendégemet, Bertus Barca Anikót, művésztanárt, és Varga Mártát, az Angyal Sóhaj Alapítvány kuratóriumi tagját. Rögtön Mártihoz is fordulnék, hogy mégis ezek a táborok milyen céllal veszik kezdetét az Erzsébet házban. Mit kell erről tudni? Azt gondolom, hogy bár a koronavírus járványa mi életünket is befolyásolta, hiszen idén nem tudunk művészetek katedráját indítani, és számtalan programunkról kénytelenek voltunk lemondani emiatt, mégis egy kicsit kezünkre játszott az a helyzet, hogy most már viszont lehet közösségi programokat szervezni. Elmúlt a járványveszély, és mi is gondolkodhattunk megint valami új dologban. Lehet azt mondani talán, hogy ez a táboroztatási kezdeményezés, amely az Angyal Sóhaj Alapítvány kuratóriumának vezetésétől, egészen pontosan Farkas Lászlótól és fővédnökünktől, Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonytól jött, egy olyan lehetőséget teremt, amiben mi is nyerünk, és a makóiak is nyernek, hiszen még nem volt alkalmunk bemutatni, hogy mire is képes az Erzsébet ház. Átadása óta túlságosan sok programot szervezni nem tudtunk, még az engedélyes
figyelmeztetési eljárások voltak folyamatban, amikor beütött a járványveszély, tehát nem tudtuk elindítani azt a programsorozatot, amit szerettünk volna ott megvalósítani. A fiatal sérült fiataloknak a foglalkoztatását, vagy a velük kapcsolatos programok szervezését, amire végül is ez a ház létrejött. De most olyan helyzetbe kerültünk, hogy nagyon sok család kénytelen valamilyen módon megoldani a gyermekének a nyári elhelyezését, és úgy gondoltuk, hogy így segítségére sietünk a családoknak is, meg előhozunk egy olyan programsorozatot, ami alkalmas lehet arra is, hogy bemutassuk az Erzsébet ház lehetőségeit és azokat a szolgáltatásokat, amelyek ott elérhetők lesznek. Körbenéztünk a saját házunk táján, hogy így mondjam, megnéztük Makó erőforrásait, és azt láttuk, hogy remek művésztanárok és kiváló szakemberek vannak a városban, akik rögtön a segítségünkre siettek. Szeretném elmondani, hogy mindenki, aki itt most tábort vezet a következő 6 héten át, július 6-ától augusztus 14-ig, az térítésmentesen vállalta ezeknek a táboroknak a megszervezését és levezénylését. Ráadásul olyan értékelvű és olyan lélekemelő tábor sorozat elé nézünk idén nyáron, hogy úgy gondolom, hogy méltó módon pótoljuk, vagy próbáljuk pótolni a Művészetek Katedrája nagyszerűségét egy egészen más jellegű programmal. Mivel hogy maga a ház az ugye elsősorban a sérült fiataloknak a támogatására szolgál, a velük való foglalkozást, az ő fejlesztésüket célozta meg, ezért úgy gondoltuk, hogy a táborainkban is mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a kiváló lehetőséget nyújtó snozelen szobánkat, vagy magát a háznak az adottságait az ő épülésükre, az ő fejlesztésükre is szolgáljon, vagy használjuk, és nagyszerű lehetőségként Siketné Torma Gabriella volt az egyik olyan személy, olyan szakember a városban gyógypedagógusként, aki vállalta egy kifejezetten erre a célcsoportra épülő tábor megszervezését. Tehát lesz egy olyan táborunk biztosan, amely kifejezetten a sérült fiatal felnőtteknek van. De ezen kívül is lesz még egy olyan táborunk, ami kifejezetten ezt a célcsoportot fogja megcélozni, erről majd Anikó fog beszélni, viszont ő egy csodálatos Jolly Jokerünk, mert 3 tábort fog ezen a nyáron tartani, 3 hetet vállalt el ebből a 6-ból, hogy levezényli, és mind a 6-nak, illetve mind a 3-nak más tematikát adott. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy idén nyáron kicsitől a nagyig, egészséges fiataltól a sérült fiatalig sok-sok lehetőséget fog biztosítani a ház, kinyitja a kapuit, kitárjuk mi is a lelkünket, és azt szeretnénk, hogyha minél több makói család élne azzal a lehetőséggel, hogy teljesen ingyenesen, teljesen térítésmentesen részt vehet ezeknek a jobbnál jobb tematikával összerendezett és elindítani vágyott táborokban. 3 tábort is fog a tanárnő indítani. Ezekről meséljen, hogy milyen tematika és hogy milyen célcsoportot szólít meg. Igen. Július 6-ától indul az Éfoésznek és a fiatal sérült felnőtteknek megálmodott tábor, aminek azt a címet adtam, hogy Formáljuk meg. Ezzel egy picit az Éfoészben és a sérült felnőttek gondolkodásmódjában, állapotában is úgy gondolom, hogy valamilyen fejlődést lehet talán elérni. Képzőművészeti technikák, illetve bármilyen művészeti technika alkalmas arra, hogy nyilván az eszközök meg a műfajok jó megválasztásával, de lehetőséget adjanak egyfajta nem verbális ventillálásra, azoknak az életeseményeknek, élményeknek, érzelmeknek a fölhozására és a kivetítésére, amikre nekik biztos, hogy sokkal nehezebb erre módot találniuk. Ez egy önműködő folyamat és működik, tehát ez egy művészetterápiás módszer, hogy picit konkrétabban is eszközökről, műfajokról fogunk festeni vízfestékkel, temperával, fogunk jól megformálható anyagokból kisebb alkotásokat létrehozni, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy az érzékletek megtapasztalása szintjén is, tehát a felületek játéka,
nagyon jól tudjuk, hogy ez az agyi folyamatokat képes serkenteni, illetve ami még nagyon fontos, a kellemes légkör és a sikerélmény. Bár a folyamat azt gondolom az ő esetükben sokkal fontosabb, mint a produktum, de nyilván azért az is egy kellemes emlék lesz majd, ha rátekintenek arra a tárgyra, és fölidéződik ez a remélhetőleg nagyon sikeres egy hét. Tehát az első héten velük leszek. Július 27-én indul az a tábor, ahová az alsós korosztályt várom. Ennek a hétnek a címe az, hogy mindenből lehet játék, és arra számítok, hogy ez is egy nagyon fantáziadús, tevékeny hét lesz. Az alsó tagozatosokkal nagyon jól lehet ebben együttműködni, hiszen már képesek sok mindenre, de még nagyon gyerekek, tehát a fantázia és a képzelet az még nagyon-nagyon szárnyal, és sok olyan dolgot hoztam, amikhez nyilván fogok irányt mutatni, de nagyon sok lesz, amiben ők kiélhetik a saját konstruktív, kreatív tudásukat. A hét folyamán összegyűjtünk olyan kis kellékeket is, amiket esetleg otthonról hoznak, és nagyon ragaszkodnak hozzá, de nem használták még fel, és akkor ezeket újraértelmezzük. Tehát úgy gondolom, hogy ez is az a helyzet lesz, amikor a riporternek csak jól kell kérdezni, aztán ők teszik a dolgukat, illetve fogunk készíteni mesekönyvet, hogy kicsit a klasszikusabb értékekhez is nyúljunk, ezt természetesen saját illusztrációval, saját könyvborítóval ellátva. Mini bábszínházat, mini manóvilágot, kicsi kertel, amiket termésekből, hogy a természetes anyagokat is remélem, hogy újra sikerül velük megszerettetni, és mindezzel egy ilyen picit a digitális világtól való, hogy is mondjam, visszatalálás, ez is egy célom, hiszen működik, tehát a gyerekek továbbra is gyerekek, csak nagyon sok elszívó hatás van, aminek azért vannak negatív hozadéka is. Reméljük, hogy ezt is sikerül egy kicsit ellensúlyozni ezzel a héttel. És a harmadik hét pedig augusztus 10-től a Nagycsaládosok Egyesületével együttműködve lesz, ahová vegyes korosztályú gyerekeket várok. És tudom, hogy ők egy jól összeszokott, együtt táborozó társaság, tehát biztos, hogy tényleg nagyon családias lesz. És ennek a hétnek a címe pedig, hogy csináld magad, aminek szintén van egy olyan hozadéka, hogy biztosan így is nagyon sok mindent csináltak már, de hogy mindennek a bolti változatát el lehet otthon készíteni, és itt az újrahasznosításnak is nyilván, és ezzel együtt a környezetvédelemnek is szerepe van. Fogunk itt is klasszikus, igazán jól bevált játékokat, de hagyományos módon például a papírsárkányt, amit tényleg csirizzel fogunk megragasztani, nejlon szatyor helyett saját papírtáskát újságpapírból, amiben a saját kis kincseiket tehetik bele, és a saját egyedi megoldásaikkal díszíthetik. Az iskolára gondolva készítünk ugyanígy újra felhasználható anyagokból könyvborítókat, füzetborítókat, és azt gondolom, hogy az egy kellemes adaléka lehet az iskolának, hogyha a füzeteiket a saját borítójukba csomagolják. És még sok olyan dolgot, amit úgy gondolom, hogy menet közben és spontán is az ő ötleteik alapján is meg tudunk valósítani. A három táborhoz van esetleg önnek segítsége? Igen, lesznek. Ott, ahol fogyatékkal élőkkel fogunk foglalkozni, ott olyan szakember is természetesen be lesz a munkába vonva, akinek az a szakterülete, és a képzőművészeti szakmai irányítást pedig én fogom végezni. Ezen kívül minden tábornál olyan önkéntes segítők is lesznek, akik az Angyal Sohaj Alapítvány élete folyamán már nagyon sokszor segítették a munkát. Úgyhogy sokan fognak úgymond a kezem alá is dolgozni. És hogyan fogadta a felkérést? Önt már azért nagyon sok táborban, meg sok helyről lehet ismerni, de hogy mégis az Erzsébet házba így hagyományteremtés céljával felkérték. És nem is egy, hanem már három tábort is vezet. Nagy örömmel fogadtam, és azt gondolom, hogy ez oda-vissza a gyerekek számára és az én számomra is egy töltekezési lehetőség lesz. A táborok végén, hogyha jól tudom, egy zárás, az egy kicsikét rendhagyó lesz. Mit kell erről tudni? Igen, becsempészünk egy kicsit azért a katedráknak a hangulatát az Erzsébet házba, mert tavaly annyira sikeres volt a katedránk, és olyan nagyszerűen kiegészítették egymást a Marosmenti Konstantinápoly rendezvénysorozattal, hogy hát a nosztalgiát szeretnénk ébren tartani ezáltal.
minden tábornak lesz egy nyilvános táborzáró eseménye, amire nagy szeretettel várjuk majd a hozzátartozókat, magukat, a résztvevőket, barátokat, ismerősöket, egyáltalán Makó művészet szerető közönségét, és őket megkínáljuk egyfajta kulturális csemegével ennek a táborzárásnak az alkalmából, a táborok lezárás alkalmából. Minden tábor záró eseményre szeretnénk hívni egy különleges vendéget. A különleges vendégek személye egyelőre titok, őket még most szervezzük, már vannak olyan személyek, akiket ismernek a makóiak, és nagyon fognak örülni, hogy újból itt lesznek velünk, és elvegyülhetnek velük együtt a táborzáró forgatagában. Lesz velük beszélgetés is természetesen, de másik pozitív visszajelzésünk az, hogy a kezdeményezésünkkel kapcsolatban, hogy nagyon sok makói művészeti egyesület és csoport vállalta a közreműködést ezeken a táborzárókon, úgyhogy néptáncolni fogunk, fuvószenét fogunk hallgatni, gitárzenét fogunk hallgatni, és óriási koncerttel fog záródni majd az egész rendezvény sorozat augusztus 18-án, ezt viszont már biztosan tudjuk, úgyhogy a Makói Általános Iskola Művészeti Oktatási Intézménye, illetve a Magánzeneiskola, és még sok mindenki más dolgozik azon, hogy ezek a táborzárók hasonló élményt jelentsenek, mint jelentett a múlt nyáron egy-egy katedrás bemutatkozás, vagy Marosmenti Konstantinápolyos beszélgetés, és ott az Erzsébet ház kiváló adottságai közepette, ott kinn az udvaron, szerintem olyan felejthetetlen nyárestéknek nézzünk elébe, ami miatt érdemes lesz már a következő évi táborokon is elgondolkodni. És hogyha valaki most kedvet kapott, akkor hogyan s mi módon tud jelentkezni a táborra? Kétféle módon tud jelentkezni. Az egyik, van egy e-mail címünk, az info@angyalsohaj.hu e-mail cím, amin nagy szeretettel várnánk az érdeklődést, illetve van egy telefonszámunk is, a 0630 655 47 66-os telefonszám. Azért javasoljuk, hogy mindenképpen próbáljanak meg akár mind a két fórumon is elérni bennünket, mert egyrészt vannak olyan táborok, ahol a létszám korlátos, például ahol a fogyatékkal élő fiatalok lesznek a vendégeink, ott azért nem vége nélküli a befogadó képességünk, és hát más táboroknál is azért a 15-20 fős, vagy maximum 25 fős létszámot azért tartanunk kell, hogy mindenkivel kellő módon tudjunk foglalkozni. Azt még hangsúlyozni szeretném, hogy a táborok döntő többsége délelőtt 8-tól délig tart, vagy reggel 8-tól délig tart, kivéve Kincsestinának a tábora, amely délután 4-ig fog tartani. És leginkább ezt tudom mondani, hogy a délelőtti órákra tudjuk a gyerekek elfoglaltságát értékkel megtölteni. Amit viszont nagyon fontos tudni a szülőknek, hogy étkezést biztosítani nem tudunk. Melegítő konyha van, ha valaki hoz magával egy kis 10 órait, akkor természetesen azt minden gond nélkül kulturált körülmények között el tudja fogyasztani, de ebédet biztosítani nem tudunk. A Tináék táborában is majd úgy lesz, hogy elmennek ebédelni a gyerekek a napnak abban az időszakában. Nagyon várunk minden kis makói fiatalt. Még nem esett szó a Bárdi Andi táboráról, ő felsősöket fog elsősorban megszólítani az indián kultúrával és az ezzel kapcsolatos tevékenységekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg a kicsitől a nagyig, a kézműves érdeklődésűtől a természettudományos érdeklődésűig sokféle igényt tudtunk elégíteni, és tényleg azt szeretnénk, hogyha meglátnák a makóiak, hogy micsoda rendkívüli lehetőségek vannak az Erzsébet házban, meg szeretnék, és aztán már ők is tudnának abban gondolkodni, hogy milyen programokat szervezzenek oda. Szeptembertől pedig szeretnénk majd azokat a foglalkozásokat is elindítani, ami kifejezetten a fiatal fogyatékos felnőtteknek szól, amire végül is létrejött a ház. Így most kipróbáljuk, ha úgy tetszik, ez lesz a fő próbája a nyáron annak a bizonyos kötelezettségvállalásunknak is. És még annyit engedj meg, hogy díjmentes? Teljesen díjmentes. A nyári táborozás teljesen díjmentes. Rendben, akkor ezért is jelentkezzenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeim voltatok. A varázslat illúziójának kulcsát csak a bűvészek tudják, akik mindig örömmel kápráztatják el a közönséget.
Szűcs Balázs makói fiatal is ennek a nem mindennapi szórakoztató ágnak hódol, amelyet autodidakta módon sajátított el, és egyre ügyesebb benne. A mágust volt szerencsénk közelebbről is megismerni, és pár apró, de annál cselesebb mutatványt sikerült Lencse végre kapnunk. Van egy Rodolfos érmém, mennyire ikonikus lenne, hogyha fognám, és eltüntetném. Szűcs Balázs amatőr bűvész tarsolyában sok trükköt tartogat, ott jártunkkor ezt televíziónknak is bebizonyította. A makói fiatalt már évek óta foglalkoztatja ez a különleges tevékenység, melyre hobbiként tekint. A méltán híres Rodolfo, David Copperfield, Ungár Anikó neve ismerősen csenghet mindenkinek, hiszen ők is ezen varázslatos világ nagyszerű képviselői. Balázs is azon dolgozik a tanulmányai mellett, hogy egyre jobb legyen. Mint kiderült, autodidakta módon sajátította el az alapokat, tudását különféle módszerek segítségével gyarapítja. Látogatásunk alkalmával arról is mesélt, hogy a bűvészet rendkívül összetett, hiszen nagyon sok ága van. Van a mikromágia, amikor asztalnál, vagy tehát nem feltétlen asztalnál, 5-10 embernek kártyával, érmével való bűvészkedés. Van a színpadi nagy illúzió, amikor a nőketté fűrészelés van, meg a kínai falon való átsétálás. Van a manipuláció, ahol szimpla kézügyesség, nincsen semmilyen kellék, kártya megjelentetés, érme megjelentetés, van az általános bűvészet, abban minden van, van a gyerekbűvészet, amikor kifejezetten gyerekeknek bűvészkedik az illető, szóval nagyon-nagyon szerteágazó. Van a mentalizmus, amikor a gondolatolvasás van, szóval rendkívül szerteágazó, és ez az egész a bűvészet gyűjtő fogalmába tartozik. Szűcs Balázs elmondta, hogy eleinte azért tette, hogy olyas valamit tud, amit más a környezetében nem. Idővel érdeklődése azonban átalakult szenvedélyé. A legtöbb bűvész úgy kezdi, hogy kap egy bűvészdobozt, és hát majdnem mindenkinek van bűvészdoboza, nagy része kinövi, és vannak a bűvészek, akik meg nem, és benne maradnak. Nálam ez úgy történt, hogy kaptam egy bűvészdobozt, játszottam vele szerintem vagy 2 hétig, aztán leraktam, hogy nekem ennyi elég volt, és aztán láttam, volt Dynamo a tévében, és így, de milyen vagány lenne ezt csinálni. És akkor ugrott be, hogy nekem otthon van egy bűvészdobozom. Nagyon király. És akkor elkezdtem tanulgatni belőle komolyabban a trükköket, aztán interneten is keresgettem, és így benne ragadtam. Nagyon-nagyon szeretem csinálni, és nagyon jó érzés, hogy tudom vele szórakoztatni az embereket. Akár felnőttek, akár gyerekek. És meg ahogy említettem is, nagyon szerettem nézni hátulról a trükköket, és ugyanúgy tudom előadni, tehát, mert hogy ugyanúgy tudom elmagyarázni, hogy ugyanúgy meg tudok rajta lepődni, néha úgy tényleg, mint a közönség, mert annyira élvezem. És ez magamat is szoktam szórakoztatni, akár fellépésnél, akár itthon. Van olyan, hogy csak magamnak bűvészkedek, hogy ilyen keftelésből, szórakozásból. A nemzetközi porondon is kiváló helyezéseket értek el a magyarok. Örömmel számolt be ezekről az eredményekről a fiatal. A magyar vonatkozásban képviselve vagyunk nemzetközi szinten, ugyanis többször is indultak magyarok a világbajnokságokon, rendeznek bűvész világbajnokságokat 3 évente, és 1973-ban Ungár Anikó szalon bűvészet női kategóriában első lett, utána 97-ben Nagy Molnár Dávid manipulációban második, Galambos Fecó 2003-ban mikromágia kategóriában harmadik lett, és legutóbb 2009-ben Hajnóci Soma általános bűvészetben első lett, és még a nagy díjat is elhozta, a Grand Prix-t. Ez azt jelenti, hogy van több ág, van az általános bűvészet, a mikromágia, a manipuláció, és minden
tehát ő kategória győztes is lett, és a teljes világbajnokság nagy díját is elhozta. A példaképek erőt és motivációt tudnak adni, Balázs több tudóst és bűvészt is nagyra tart egyaránt. Nekem Elon Musk az egy nagy példakép, hogy ha valaki mondja neki, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ő mondja, hogy de meg lehet csinálni, mindenki mondja neki, hogy nem lehet megcsinálni, azt egy pár év múlva megcsinálja. Tehát ez emiatt én felnézek rá nagyon. Illetve a bűvészetben lévő példaképeim, brit bűvész, sajnos már elhunyt, Paul Daniels, ő egy zseniális tévés szereplő volt, és nagyon sok trükköt miatta kedveltem meg. A magyarok közül én Kőhalmi Ferencre nézek fel az előadás módja miatt, illetve a kézügyessége miatt, és hogy nagyon sokat gyakorol. Úgyhogy nekem még oda nagyon-nagyon sokat kell fejlődnöm, hogy elérjek oda, ahol most ő van. De nagyon sok mindenki van, akár magyarok, akár külföldiek, akikre felnézek, ilyen-olyan okok miatt. Akár a karakterépítés, az előadásmód, hogy hogy áll összességében a művészethez az illető. A Szegedi Tudományegyetem biológus hallgatója sok tervet tűzött ki maga elé, vannak közelebbi és távolabbi célok, de a legfőbb az, hogy minél magasabb szintre tudja fejleszteni képességeit, és mindezt meg tudja mutatni a nagy közönségnek. Stábunkat egy kártyás trükkel is megörvendeztette, amelyet most önökkel is megosztunk. Bemutatom a világ leggyorsabb kártyatrükkét, ez nem más, mint a megjelenő kártyák. Jó, hát ez lehet, hogy egy kicsit komolyabbra számítottatok. Megmutatom a világ második leggyorsabb trükkjét. Ez 4 darab kártyára lesz szükségem. 2 darab pirosra és 2 darab feketére. Hogy még jobban egyszerűsítsem ezt az egészet, a 2 darab fekete az elején nem játszik, úgyhogy azokat ide félreteszem. A 2 darab piros kártyát pedig visszateszem a pohárba. És egy jól irányzott mozdulattal, kendő segítségével ide lehet varázsolni a 2 darab fekete kártyát, és hogyha a 2 fekete kártya itt van, akkor a polcon nem lehet más, csak is a 2 darab piros. Ennyi fért mai társalgunkba. Itt a végén újra elmondanám játékkérdésünket. Arra várjuk a választ, hogy hogy hívják a makkói fiatal bűvészt. A helyes válaszokat várjuk a 0630 447 14 64-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják, hiszen 2 darab 2000 forint értékű szilver utalvány talál gazdára. Én ezzel búcsúzom, további szép estét kívánok. Ne feledjék, jövő héten csütörtökön, ugyanebben az időpontban újabb társalgóval jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!